pályázatot nyertek azok az oktatási intézmények, ahol különleges bánásmódú vagy halmozottan sérült gyermekek nevelésével foglalkoznak. A támogatási összeg több mint 292 millió forint, amelyet többek között a pedagógusok szakmai továbbképzéseire is fordítanak. A program célja, hogy az esélyegyenlőségen alapuló oktatásban vegyenek részt a gyerekek, valamint technikai eszközökkel gazdagodjanak az intézmények. A pályázat megvalósítása során szülői klubokat alakítanak ki, így a családok gyógypedagógiai tanácsadáson és érzékenyítő tréningeken vehetnek részt. A pályázatban három intézmény vesz részt, a Nyíregyházi Bárci Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, illetve a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Pedagógiai Szakszolgálat 15 tagintézményével. A pályázat folyamán számos olyan rendezvény valósul meg, amely támogatja a gyermekek integrációját, sikeres beilleszkedését. Ezen belül szülői klubok, érzékenyítő tréningek, érzékenyítő programok. Nagyon fontos elem a pályázatnak az is, hogy 325 pedagógus kap arra lehetőséget, hogy képzéseken vegyenek részt, szakvizsgás képzéseken, illetve akkreditált pedagógus továbbképzéseken. A projektnyitó konferencián a pedagógusok szakmai tájékoztatást kaptak, de kiadványok is készülnek, amelyeket a tanulókhoz és a szülőkhöz is eljuttatnak. A megyei pedagógiai szakszolgálat életében nagyon nagy dolog, hogy be tudtunk kapcsolódni ebbe az EFOP-os pályázatba. Egyáltalán lehetőséget kaptunk, mert hogy évek óta nem volt erre példa. Azért is fontosnak tartjuk, hogy ez a pályázati program megvalósulhat, mivel elég sok segítséget adunk egyébként is az integrált oktatást végző intézményeknek, kérik is a segítséget az ott dolgozó pedagógusok, ezért arra törekedtünk, hogy ebben a pályázatban olyan módszereket tudjunk átadni ezeknek a pedagógusoknak, amit tudnak későbbiekben használni. A pályázat 2018. február 1-től 2020. február 28-a közötti időszakban valósul meg. A cél, hogy azok a gyerekek, akik speciális nevelést igényelnek, szakszerű oktatásban vegyenek részt.